A belvárosban és a sűrűbben lakott részeken is érezhető volt az esős napok előtti szúnyoginvázió az esti órákban. A horgászok és halászok életét a Bodrog mentén nehezítette meg a sok vérszívó sáros patakon. A város önkormányzata ezért az idén is több hullámban tervezi a kémiai irtást. Az irtás megszervezése gondos előkészítést igényel. A tervezésnél figyelembe vettük a nagyobb rendezvényeket is, a következő irtásnál a pünkösde való készülés, tehát pünkösde előtt is lesz, aztán a Crescendo nyári akadémia előtt is, tehát figyelembe vettük a nagyobb eseményeket is, kültéri eseményeket is. Itt a Bodrog partján a legtöbb a szúnyog, azaz a víz mentén. A sűrűn lakott részeken a belvárosban csak esténként jönnek elő, hiszen az átmeneti rossz idő egy kicsit visszafogta őket. Kémiai irtással próbálkoznak ellenük, hiszen a biológiai irtás csak a lárvákat pusztítja el, a már kikelt szúnyogokat nem. Az elmúlt évek tapasztalatai segítettek abban, hogy az idén milyen típusú szúnyogirtást tervezzenek Sárospatakon. A nyári időszakban a kifejlett szúnyogok mennyiségét figyelembe véve több alkalommal is permetezni fognak helikopterről. Az irtásra felhasznált anyagok veszélytelnek, kijuttatások után rövid idő alatt elbomlanak, így nem terhelik a környezetet. Májusban 2 irtást terveztünk. Júniusban 1-et, júliusban szintén 2-t, és augusztusban 1-et, tehát ez éves szinten 6 alkalomra terveztük, aztán majd meglátjuk, ahogy a szúnyog populációtól függ, hogy mikor kerül valójában erre sor. A szúnyogirtás kiterjedt Sárospatak külterületére is, többek között halászhomok, dorkó és apróhomok területén is köröz majd a helikopter.